Ismét felvetette a regionális átszervezés kérdését Dacian Csolos kormányfő. Szerinte a következő kormányok számára elkerülhetetlen, hogy foglalkozzanak a kérdésekkel. Az ügy kapcsán Kovács Péter, az RMDS ügyvezető elnöke ismertette a szövetség álláspontját, tekintve, hogy a nagyromán pártok a magyar kisebbség számára előnytelen átszervezésben gondolkodnak. Kovács Péter elmondta, nincs szükség újabb adminisztratív szintre, fejlesztési régiókra viszont igen. A jelenlegi fejlesztési régiók azonban nem működőképesek. Jelen felállásban a gazdag megyék még gazdagabbá válnak, a szegényebbek pedig egyre jobban lemaradnak. Az RMDS-nek van egy beiktatott törvénytervezete, amely azt mondja, hogy 16 gazdasági fejlesztési régióra van szükség, ami érveink elsősorban gazdasági és pénzügyi jellegűek, de természetesen a magyar vonatkozást sem rejtjük béke alá. A 16-ból az egyik az a székelyföldi régió kell legyen, Maros megye, Hargita megye és Kovászna megye, a másik pedig Szatmár, Szilágy és Bihar megye kell alkossa az úgymond párciumi régiót.